Egyre többen használják a párakaput a pécsi Széchenyi téren. Szükség van a berendezésre, hiszen az elmúlt napok 40 Celsius fokot is elérő hősége csak néhány fokkal csökkent hétfőre. Párakapun kívül milyen védekezés lehetőségeket alkalmaztok még a meleg ellen? Hát naptejet mindenképpen, sokat iszunk, illetve árnyékban maradunk, nem megyünk ki délte 3-4-ig a napra. Mást igazából nem tudunk tenni. Az országos tiszti főorvos még július 19-én rendelt el harmadfokú hőségriasztást, mely kedd éjfélig érvényben marad. Addig és azután is fontos betartani a szakemberek ajánlásait. Vannak specifikusan érintett korosztályok, tehát például csecsemők, koraszülöttek, kisgyerekek, illetve az idősek, akiknek ugye a hőszabályozásuk még nem olyan fejlett, vagy már nem úgy végzi a dolgát, ahogy az kéne. Az esetükben ugye ez nagyon nagy problémákkal járhat, egy ilyen extrém meleg. Ugyanígy esendőbbek, nyilván a krónikus betegek, illetve az ágyhoz kötött betegek, vagy pedig azok, akik ebben a hőségben is kint a tűzőnapon fizikai munkát kell, hogy végezzenek. Tibold Antal kiemelte, hogy lehetőség szerint mindenki vegyen magával folyadékot. Az egyébként ajánlatos 1,5 liter helyett ilyenkor 2,5-3 liter folyadékot kell fogyasztani. Az előbb említett korosztályok esetében a vezető főorvos szerint többször kell kínálni, mert a csecsemők és az idősek sokszor nem érzik a szomjúságot. Hogy milyen folyadékot fogyasszunk, ugye ilyenkor a legjobb, a friss, tiszta, akár csapvíz, akár ásványvíz megfelelő hőmérsékletre hűtve. Kerülendőek a koffeines, cukros üdítőitalok, illetőleg gyakorlatilag minden olyan innivaló, teák, kávék, ami koffein tartalmaznak. Ugye ezt tudni kell, hogy a koffein is azért egy elég jó visszahatító hatásokkal rendelkező vegyület, tehát ez is tulajdonképpen a folyadék háztartásnak az egyensúly ellen dolgozik. Érdemes keresni a szelesebb, árnyékosabb parkokat, vagy a hűtött, klimatizált épületeket. A hőségriadó idején és a nyár további időszakában is ajánlatos délelőtt 11 óra és délután 3 óra között a naptól védett helyen tartózkodni.